Itt kívánunk, kedves nézőink! Üdvözöljük Önöket az eddigi legeslegnagyobb Mirigy nagydíjról. Már csak pár pillanat és kezdetét veszi az új évezred legnagyobb dobása, a flúgos futam. Felejthetetlenül flúgos élményben lesz részük, és garantáltan jól fognak szórakozni a futam alatt. A tőle megszokott módon az első rajtkockából indul Mikkel Schumacher. Csöppet sem izgulom. Profinak előleg kell, amatőrnek kell a próba, hagyjál már! A második helyet szerezte meg az időmérő edzésen testvére, Alf Schumacher. A második sorban indul a sportág nagy öregje, Dicky Lauda. Mellette az autóversenyzés másik nagy alakja, Alain Prostó. Mögöttük Mika Hakkinen, aki ma remélhetőleg nem haknizni indult el otthonról. Mellette David Kurdát, a pedás team versenyzője, aki percekkel az indulás előtt még polírozta a váltóbotját. Ma este túl leszek az első éjszakán. A negyedik sorban először a sportág történetében egy csehszlovák pilóta, Jiří Menzel. Kivetjük ezt. Valamint Kibédi Irvine, akinek a csapata a Michael Jordan nagyon magasra tette a mércét. Izzik a levegő, bármelyik pillanatban elindulhat a verseny. Feldübörögnek a gépek, kigyulladnak a lámpák. És ebben a pillanatban elrajtolt az Irigy Hónaj Mirigy. Együtt parodizál, igen, nyolcan, netán humorizál, ezek nyolcan, együtt nagyon hűhik, sajnos nem tudni, hogy miért nyolcan. Ó, ez még viccnek is rossz, ezért egyszer valaki helyre pofosz, ez a nyolcan, ez még csupa volat, és egyszerű, mint egy fot. Hát hol vannak az a kezek Budapestre? Ki a bát, hogy Hónaj Mirigy, kiássál te is azt, hogy Hónaj Mirigy. Szörnyű egytől egyig, ezek hagyjásak mind, ugye te is érzed ezt a kín. És te is ki a bát, hogy Hónaj Mirigy, orvosi fogalom, Hónaj Mirigy. Ez a név kicsit gáz, mindenkit kitűr a fráz, nyolcban öken alkadozsát. Nyolcan, igen, utalmas, mind rajta, soha nem segít semmi, és mi nálad soha nem hátrány a falább, de nem is nyitnak tánc is korán. Nyolcan, a kottát nem ismerik, ezek nyolcan, nektek virnyognak mi, ezek nyolcan. Rózsóan nem nőnek fel, de Magyarország! Jó estét nyár! Jó estét szerelem! Sziasztok, jó arcok! Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt lehetünk! Úgy látom, hogy nagyon-nagyon sokan érkeztek messziről is. Biztos korán keltetek, szerintem nem szerettek korán kelni, hiszen hajnalban még a nap is más! Hónajban még a szag is más! Nekem a barna jobban.
Konyhára nem hozott a klubzene, hát inkább lettem sztár. Az a dó, az a szó, az a felső lá, ha abba hagytám, úgy nem fáj. Az a díj, ami nincs, az a fénylő kincs, látod, nekem jár. Hórajban még a szag is más, Pál puszta is, vagy trapistás. Igen, réges rég a vitásra vár, a hófehér jaguár. Hónajban még a szag is más, élőben megy a konyítás. Minden fény a szín és a arra vár, hogy valaki játszam vár. A szájat jól heveg, ott liheg, az ember megkergül, de már. Repeljünk egyet most a jazz-en, váltani réteg lenne már. Az az ú, az a nyí, az az á nem kell, az éneklésre az felel. Az az ősz, az a tél, az a jégkoktél, most gyorsan olvad el. Hónajban még a szag is más, Pál puszta is, vagy trapistás. Igen, réges rég a vitásra vár, a hófehér jaguár. Hónajban még a szag is más, élőben megy a fonyítás. Minden fény a szín, és csak arra vár, hogy valaki játszom már. Minden sarkon álltam már, minden lépcsőn ültem már. És ha vagy trapistás, igen, réges rég a vitásra vár, a hófehér jaguár. Hónajban még a szag is más, élőben megy a fonyítás. Minden fény a szín, csak arra vár, hogy valaki játszom már. Hónajban még a szag is más, fábuszta is, vagy trapistás. Szag is más, élőben megy a vonyítás. Minden fény a szín, és csak arra vár, hogy valaki játsza már. Köszönjük szépen! Tovább! Aki ír is volna, hogy mirigyen áll, az anya jól tudja magát érezni, hölgyeim és uraim! Olyan, de fűző lenne rajta. Fűző lenne. Nem baj, az első számban azt mondja a csajok, hogy te mennyit fogyott a sipi, nézd, de jó néz ki, oh, kigyúrta magát a bulira. Úgyhogy nincs más hátra, induljon a Banzai! Itt más
varázsoddal. Persze nem biztos, hogy jót tesz neked, ha rád tukmálom az ízlésemet. Mert gondoljó a kandás, így is megy a tánc. Szülőérzékeny vagy, így a tablettás. Gormoljó a kandás, így is megy a tánc. Szülőérzékeny vagy, így a tablettás. Egyszerre torzomból, hogy lentem katona, voltam már depeses és részvő Dakota. Egyszerre katona, egyszerre rocker, szárnyam még nincsen, hát elszállnom nem kell. Das ist Penthouse hier. Dieser ist ein großer Fanclub, ja? Hier ist der große Panzer auch. Herzig ez a kis cucc. Ez a miniszoknyám. Amikor fölpróbáltam a butikba, hát néztek erősen, de levágattam belőle, mert túl hosszúnak bizonyult. Így jó? Így sok a herciget. Na, danke. Ez egy kommenzi. Ja, nachher, und hier, ja? Das ist ein billentyűs. Nézd meg, milyen idiótán néz ki. Ja, jobb vagy a billentyűt. Danke, danke, danke. Herzig Krampus liegt darin, azt mondom, itt művedik. Neubund ist Borzalom, ungarischül tudolom. Nem kell nekem Zimmerfrei, falsch reporter Thomas Fey. Neubund ist Borzalom, Rex ist kutya, nein major.
Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim! De most jöjjön egy olyan vállalkozás, mi egy körülbelül úgy nem egészen egy évben egy nagyon különleges vállalkozásba fogtunk, hiszen meghirdettünk egy hasonmás versenyt, méghozzá egy Delhusa Joe hasonmás versenyt, és az bizony, az ország minden tájáról érkeztek jelentkezők, mondom már majdnem egy éve tart a válogatás, és így ma estére elérkeztünk a döntőhöz. Következzenek is a Delhusa hasonmások, színpadon már is az első hasonmás, Delhusa Zoltán! A helyzet az, nagy izgalmamban, 3 vagy 4-en elfejtettem a szöveget. Most mesélek a káoszról, szép hagyott társak, kint hagyott társakról. Hosszán érkezett, elfelejtettem, mi van ezzel? Kirosz van! Nem tetszik semmi meló. Csak a régi szöveg jutott eszembe, és ott kamusztam, még szerencsére Tomi kisegített, de azért jó volt. Nézem, mi a lényeg, de csak gitározol. Nem tetszik semmi, sehol, ígérd meg, hogy elviszel magaddal olyan bárba, hol muziki hangja szól. Nem, majd a takarásból jössz. Honnan származol? Na most segíts!
rám tartozol. Mikár szeveri meló, így itt meg, hogy elviszel magaddal olyan tájra, hogy a buzuki hangja szól. Mindenkire valamilyen hatással győzze, az konkrétan barommá változott. Hány óra már győzve van rajtad óra? Mennyi az idő? Mennyi? Na ne rúgjatok, nekem mennem kell. Sziasztok! Jelenleg is tart az Irigy-Hónay-Mirigy szuper koncertje a kis stadionban. A hatalmas show több mint két órán át tart. A műsorban 27 különböző paródia, illetve műsorszám hangzik el.
A stúdióba várjuk a zenekar egyik énekesét, Sipos Tamást, már sziasztok, itt is van. Sziasztok, hello, szervusz, hello, milyen a buli? Nagyon-nagyon jó buli van, nézd csak odakint, sziasztok, mindenki tegese, hello, sziasztok, és azt köszöntöm a tények nézőit, sziasztok. Egyébként hogy kell téged szólítani, mert Sipos Tamás most épp nem használ. Most nyugodtan hívjál Alf Surmoher-nek. Surmoher? Aha. Jó kis név, hol szerezted? Hát ezt most fölvettük magunkra flugos futamlemez kapcsán, de ne haragudj, most már mennem kell tovább, mert átkezdődözöm a következő. Na de ne rohanjál, mondd még legalább, hogy mi a következő szám. A következő szám címe megegyezik a következő szám címében. Na, sziasztok, csáó. Köszönjük, jó szórakozást. Kösz. Akkor tehát következik a következő szám. Mit szól, milyen az élet? Kicsi gyorsan, kicsi gyorsan, kicsi gyorsan múlnak az évek. Látod, jönnek a gondok. Amíg élek, amíg élek, amíg élek, nyomom gombot. Az egy izé, az egy vigyó, az egy trallalalala. Nézd rám, Franco a szerkó. Ugye látod, ugye vágod, ugye érzed, ez még nem a szerkó. Nézd, ahogy járni a körút most, üres, természetesen. Most vagy soha. Van kiért izgulnunk, György már eljutott a 9. kérdésig. Nézzük a témakörét, György. Fizikából sosem voltam erős, úgyhogy mindenféleképpen cserélnék. Gyuri, cserélünk? Igen. György. Igen, György. György, továbbra is, de cserélünk. Akkor tehát a témaköre a zene. 128 forintnál tartott, igen bátran játszik, eddig 100%-os téttel mentünk. Hogy dönt most, Gyuri? Most is a, hát természetesen a saját témakörömnél, ha eddig dupláztam, akkor most is dupláznék. Persze, 256 forintért játszunk már. Nyugalom, most vagy soha, nézzük a kérdést. A Boci Boci Tarka kezdetű világsláger milyen zenei kategóriába tartozik? 1. Népdal. 2. Rockzene. 3. Gyerekdal. 4. Csújogató. 5. Punkzene. 6. Komoly zene. 7. Gospel. 8. Techno. 9. Heavy metal. És nyugalom. Hát... jelen pillanatban a punk zenén és a heavy metalon gondolkozom. Igen, ne hamarkodj el. A között vacilálok, de a gospelről fogalmam sincs például, hogy micsoda. De még nem mondta ki. Nem, még nem mondtam ki. Jó. Egyelőre még nem zártam ki egyiket sem. Csak nem tudom így hirtelen eldönteni, de mivel fogalmam sincsen róla, ezért az általam legkevésbé ismertet
jelölöm meg, mert a többikről úgy, ahogy tudom, hogy micsoda. 256 forint. Megjelölném a gospelt. Akkor tehát megszínezzük a gospelt. Nagyon nagy a tét, 256 forintért. Azt, hogy Gyuri jól válaszolt, ezt a következő műsorszám után megtudjuk. Fantasztikusak vagytok, látom, tapsolni már nagyon-nagyon jól tudtok. Hát, ha itt van az öregem, hogy örül neki, hogy mennyien tapsolnak az ő hülye fiának. Viszont sajnos nem tudott eljönni, mert otthon nézi a leggyengébb láncszemet videóról. Küldjünk neki egy hangos képüzenetet, jó? Az a lényeg, én fogom is mondani, hogy kérek egy kameramanust. Jó, akkor te leszel. Kameramanus, hol vagy? Gyere, vegyük föl őket. Ez az készenléti állapot, ez az. És amikor elkezdjük, annyit szeretnék kérni tőletek, hogy tegyük hozzá azt, hogy Józsipá! 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 Hataljuk! Mindenki a büfébe, gyerünk, kellettem a kamerás is, gyerünk, ez az, csináld a kamerás is, ez az, tapsoljál, jó van! Hát ez fantasztikus, ennek nagyon-nagyon fog Mimi! Ó, mi van öreg, lejárt a szallag? Most látom csak, megérkezett a fater. Állj, vissza az egész! Áb, ízsoly, semmi konferenc hozzá, nem kell megmagyarázni. Áb, ízsoly, áb, ízsoly, áb, ízsoly, áb, ízsoly. Áb, ízsoly, áb, ízsoly. Itt az egész, mi már áb, ízsolynak eljön. Ahoy!
Pécs kapott, én a vettem a priorba. Děkujeme pěkně!
Ezek nyolcan, soha nem nőnek fel.